és közös együttműködés kölcsönösségén alapuló politikája. Egyrészt célunk az uniós tagságunk adottságainak lehetőségének jobb kihasználása, másrészt célunk ezeknek tudatosítása, gyakorlati tapasztalattá való leképzése a magyar emberek számára. E kettős célt szolgálva egyaránt magyar és uniós elsődleges feladat a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás növelése, a versenyképesség növelése, az európai szociális modell megtartása érdekében. A tagállamok közötti szolidaritás és összetartozás erősítése azzal, hogy minden egyes tagállam nemzeti érdekének érvényesítését az egymással való együttműködés és kölcsönösség segíti leginkább. A schengeni övezet, Romániával történő kibővítése, a határellenőrzés megszüntetése, a határokon átívelő nemzetegyesítés újabb kiteljesedését teheti lehetővé. S ha már az uniós vívmányok életközelévé tétele is cél, akkor a határok átjárhatóságának gyökeres változásáról, az ahhoz való viszonyulásról Sopron országgyűlési képviselőjeként nem hagyhatom említés nélkül, hogy a legkülségesebb város azért vált a szabadság városává is, mert 89-ben a páneurópai piknik határáttörése felgyorsította Németország, majd Európa újraegyesítését. Az egyik alapvető jog a szabadság érvényesülésének történelmi emblematikus helyszíne Sopron, ami kötelez, hogy prioritásként továbbra is a szabad mozgáshoz való alapvető emberi jogok érvényesülését szerezzük meg és fejlesszük tovább a schengeni övezetnek további bővítésével. Sopron egyébként két Európa Néppárti képviselőt is ad a jelenleg az Európa Parlamentnek, Szájer József és Járóka Lívia személyében. Az EU elnökség sikerességét a felmerülő válságok kezelése is méri. Az etnikai kisebbségek problémáira, a roma kérdésre valós helyzeten alapuló javaslatok alapján kell európai szintű megoldást találni. De Európa közös problémái a népességfogyás, a családok megerősítése, az előregedés, a vízgazdálkodás és az egyes régiók leszakadása. Tisztelt Ház! A magyar külpolitika nemzetközi fórumokon következetesen képviselt alapvető prioritása Nyugat-Balkán országainak a európai integrációja. Egy adott történelmi korban közös jelkép az azonos közösséghez tartozás fejezi ki, a magyar címerpajzs, a magyar királyság a történelmi Magyarország összes területi egységének címere között Horvátország címerét is magában hordozza. A magyar-horvát államközösség 816 évig tartó fennállása az egyetemes jogtörténet egyik legmaradandóbb kapcsolata, amely során a két nemzet egymásra nagy hatással volt. A két nemzet tagjai évszázadokon keresztül egymást testvér nemzetnek nevezték. Közös határunk, közös történelmi kulturális örökségünk. Ne feledjük, mi magyarok támogattuk a szabadságukkal küzdő horvátokat, és Magyarország elsők közt ismerte el a független Horvátországot. Tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy horvát nemzetiségüként szóljak arról is, hogy a két országban élő nemzeti kisebbségek, a horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok egyaránt birtokában vannak annak a tapasztalatnak és tudatnak, hogy jó egy nemzeti közösséghez tartozni, de egyszer s mind jó egy más anyanyelvű nemzetiséghez is tartozni, hogy értékeink, hagyományunk, kultúránk egymást kölcsönösen gyarapítják. A jelenben pedig egyértelmű, hogy Horvátország, Magyarország fontos stratégiai partnere. Nekünk magyaroknak történelmi lehetőséget jelent, hogy a jövő év első felében esedékes Magyar Uniós elnökség idején fejeződhetnek be a tárgyalások, és Horvátország aláírhatja a csatlakozási szerződést, amelyhez minden segítséget megadunk. A közös történelmi múlthoz méltó lenne, ha 2011-ben elsőként ratifikálhatnánk a csatlakozási szerződést. Követendő példa lenne a többi tagországnak, hogy gyorsítsák meg a maguk ratifikációját. Horvátország érzékeny területen fekszik, de NATO tagként a feladatokat maradéktalanul teljesíti. Számos nemzetközi és hazai fórumon hangsúlyoztuk azt is, hogy Horvátország belépése erős stabilizáló tényező lesz a térségben, a biztonságpolitika megerősödését szolgálja. Érdekünk,
hogy a nyugat-balkáni országok integrációt szolgáló belső folyamatai megfelelő válaszokat kapjanak az unió részéről, és hozzájáruljunk a térség stabilitásának, versenyképességének növeléséhez, továbbá a polgárok közti kapcsolattartás megkönnyítéséhez. Schöfrin György szerint 2011 Közép-Európa éve lehet, hiszen egymás követő magyar és lengyel soros elnökségek biztosítják, hogy Közép-Európa ne csak földrajzi értelemben legyen Európa része, hanem valós politikai szereplővé váljon. Tisztelt Ház! Az uniós közös ügyeink előrevitele iránti elkötelezettség és a nemzeti politika hitelessége, ha gondos és szakszerű előkészítéssel, lelkiismeretes lebonyolítással párosul, sikert hoz. Nekünk ennek érdekében össze kell fognunk. A svéd EU elnökséget Fredrik Reinfeldt ezekkel a szavakkal indította útjára. Svédország áll a kihívások elé. A fél évet rögzítő interjúában pedig elégedetten állapíthatta meg, elvégeztük, amit célként magunk elé tűztük. Ezt kívánom mindannyiunknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. A kereszténydemokrata néppárt vezérszónoklatát Nagy Andor képviselő úr folytatja. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, kedves képviselő társaim, egy kicsit kevesebb idő maradt, mint gondoltam, úgyhogy a mondandóm egy jó részét majd később fogom elmondani, nekem lehetőségem nyílik majd a hozzászólások kapcsán is szót kapni. A keresztény demokrata néppárt frakciójának a nevében beszélek, és egyetértek miniszter úrnak abban azzal a megfogalmazásával, hogy Európát építeni, erősíteni kell, és nem lebontani. Azt gondolom, hogy ez valamennyünknek az érdeke, hogy erős Európában legyünk, és hogy erős Magyarország legyen, hogy erős kormányunk legyen. Annak is örülök, hogy a magyar soros elnökségnek a középpontjában az ember áll. Én, mint Nógrád megyei képviselő, gyakran tapasztalom azt, hogy az emberek Brüsszelt nagyon messzinek élik meg. Nagyon messze van tőlünk, bonyolult, ez az egész intézményi világ átláthatatlan, és szükség van arra, hogy ezt közelebb vigyük az emberekhez. Én szerintem minden feltételünk adott ahhoz, hogy sikeres és jó elnökségünk legyen. Ez nem lesz egy egyszerű és könnyű feladat. Ilyet még nem csináltunk. Nagyon sokat kell dolgoznunk és tennünk azért, hogy ez jól sikerüljön. És nem mondhatjuk el azt, hogyha majd nem megy jól, akkor megismételjük egy pár éven belül, mert 13 év múlva kerül ránk újra a sor. Úgyhogy ránk figyel az egész világ, 13 évünk lesz majd arra, hogy újra bizonyítsunk, nem tehetjük meg, hogy ne legyünk sikeresek, de én azt gondolom, hogy ehhez minden feltétel adott, és abban is biztos vagyok, hogy a parlamentben helyet foglaló pártok ezt nem pártügyként élik meg, itt nem lesznek fideszesek, szocialisták, jobbikosok, LMP-sek, kereszténydemokraták, amikor a magyar nemzeti érdeket kell képviselni, hanem magyarok leszünk, és egy emberként össze tudunk fogni annak érdekében, hogy sikeres legyen ez az elnökség. Az én tisztem az volt, erre kaptam a felkérést, hogy próbáljam megindokolni, miért lett a víz, a fenntartató víz használat az egyik nemzeti prioritás, hol vannak ebben a magyar érdekek, és egyben hol vannak azok az európai érdekek, amelyeket mi magyarok ebben a 6 hónapban, ami nem egy hosszú idő, képviselni tudunk. Ennek jó részét én majd ott a helyemről fogom elmondani, egyetlen dologról beszélnék itt a pulpituson, szerintem arról a dologról, amelynek a politikai jelentősége a legnagyobb, ez az úgynevezett Duna stratégia, vagy Duna régió stratégia, ahogy most hívjuk. Miniszter úr nagyon helyesen mondta, hogy ez a stratégia, ez nem a Duna hajózhatóságáról szól csak. Ez a stratégia valójában egy fejlesztési stratégia, amely részben egy gazdaságfejlesztés, ez jelent egyébként hajózást is, kikötőépítést is, meg a Duna mentén élő országok gazdaságának a fejlesztését is, de elsősorban a Dunának, mint ökológiai egységnek a védelmét jelenti, természetvédelmet, vízminőségvédelmet, az ökológiai katasztrófákkal szembeni védelmet, és természetesen jelenti a Duna mentén élő emberek, sokszínű emberek kultúrájának a megismerését, turizmust, stb. Stb. A Duna stratégiával kapcsolatban itt a magyar közéletben
közbeszédben megjelentek olyan viták, amelyek szerintem félreviszik ennek a stratégiának a lényegét. Itt arról van szó, hogy a balti stratégia mintájára az Európai Bizottság el fog fogadni, és ezt mi a magyar soros elnökség idején fogjuk kihirdetni, egy Duna régió stratégiát, és ez a stratégia lehetőséget biztosít nekünk, magyaroknak ahhoz, hogy számos olyan fejlesztési programot, amely a magyar nemzetgazdaságnak is érdeke, meg számos olyan egyéb programot, amely összekapcsolódik a vízminőség védelemmel, az Európai Unió segítségével el tudjunk indítani. Ez az egész Duna stratégia egyébként 14 államot ölel föl, ezek jó része egyébként nem is Európai Uniós tagállamok. Ahogy az előbb képviselőtársam említette, érdekünk, hogy a nyugat-balkáni térséggel is foglalkozzunk, például ez a stratégia erre is kiváló lehetőséget teremt. Sokan mondják azt, hogy a Duna völgye Európa gazdagságának az egyik forrása. Ez így is van. De ez nem csak a gazdaság gazdagságát, hanem a természet sokszínűségét, a kultúrák gazdagságát és a nyelvek gazdagságát is jelenti. Maga a Duna stratégia 11 prioritás fogalmaz meg. Ezeket én most nem sorolom fel, utaltam rá, hogy ezek sokfélék. Ebből Magyarország azoknak kíván a koordinátora lenni, amelyek egyébként mindegyike, mind a kettő a vízzel kapcsolatos. Melyik ez a két prioritás? Az egyik, amelyet egyébként Szlovákiával közösen szeretnénk koordinálni, az a vízminőség védelemmel kapcsolatos. A másik, amelyet pedig Romániával együtt koordinálnánk, az pedig az ökológiai katasztrófák kivédésével kapcsolatos. A magyar álláspont, a magyar érdekek két kérdés köré csoportosulnak a Duna stratégia kapcsán. Az egyik úgy hangzik, hogy élhető Duna, mente a másik fejlődő és gazdagodó régió. Az élhető Duna térség nem jelent mást, mint azt, hogy őrizzük meg azokat az ökológiai értékeket, amelyek a Duna kapcsán ebben a térségben megjelennek. Annak idején Johann Strauss még a kék Duna keringőről írt egy nagyon emlékezetes zenét. Sokan el se hiszik, hogy valaha a Duna kék lehetett, de biztos, hogy az volt, higgyük el nekik. A 20. század bennünket, most élő magyarokat inkább egy szürke Dunával szembesít. Azt szeretnénk a Duna stratégia kapcsán, hogyha a 21. században egy zöld koridor épülne a Duna mentén, és főleg az ökológiai és nem a gazdasági érdekek érvényesülnének a Duna stratégia kapcsán. Fontos megjegyezni, hogy a hajózással kapcsolatban Magyarországnak egyedül az Európai Nemzetek Szövetségének az úgynevezett AGN egyezményével kapcsolatos kötelezettségei vannak. Ez előírja, hogy 240 napig kell hajózhatóvá